Fölmentünk Tokajba is, akkor találkoztunk az Istvánnal áprilisban először, és beleszerettem az emberben. Azért csinálom mindezt, amit csinálok, mert Szepsi István a világon van. Akik máshonnan jöttek ide azért, hogy itt borászatot létesítsenek, mindenhol Szepsi István kisugárzásával táplálkoznak. Elindított minket is fiatal borászokat egy olyan úton, aminek most már látjuk az eredményét. Minden alkalommal más a mester. Mert hogy? Mindig változtat, újít valamit. Ugyanúgy mesterem, tanárom, és felnézek rá. Szepsi István számomra a minőség garanciája volt. Érzem azt, hogy szerencsés ember vagyok, hogy egy időben életek vele itt Mádon, és tanulhatok tőle. Szóval ő szerintem biztos, hogy sokkal több, mint egy a hegyaljai borászok közül. És milyen ember maga Szepsi István? Egy nagyon komoly szakember. Tudják-e, hogy ki Szepsi István? Nem. Szégyellem, de nem. Hogy ne ismerném, mert az a Rákóczi szakszövetkezetben ő volt az előtt a főagronómus, úgyhogy most pedig híres borászunk. Ő a borok király, a borász király, na jól mondom. Olyan szőlője Mátkösségben senkinek nincs, mint neki, meg a legjobb bora. A Szepsit önmagával lehet definiálni. Semmit nem tudsz az egészről, amíg a Szepsivel nem találkozol.